Karcagi Nagykun Református Általános Iskola negyedikes diákja, Budai Bíró Endre több meseíró pályázaton ért el sikereket. A 10 éves fiú édesanyjának diktálja meséit. Ha jó kedve van, kitalál egy történetet, megbeszéli édesanyjával a szereplőket, majd lediktálja neki a meséjét a 10 éves meseíró fiú. Mondom anyunak, hogy mi a mesét, ő meg közben lejöri a gépen, és akkor így születnek a mesék. És akkor jó kedved van, és akkor kitalálsz egy történetet? Igen. És miről szól? Először megbeszéljük, hogy hogy az szereplőket, plusz még az ilyesmiket. Állítása szerint tündérmesét tud a legjobban írni, de állatokról és a segítőikről is szívesen ír. Mindegyik tetszett. Mindegyik jól sikerült, de leginkább a kedvencem az a kutyus és a cica. Amikor csináltam a mesét, akkor csak akkor régebben volt egy cicám, arról is írtunk. Most a környezetvédelemről ír. Hogy kell megvédeni a környezetet, mivel van egy saját gépem, és sokat szoktam vele járni. Betartom a időmennyiséget, és mivel sok fiatal szokott gépezni, azért azt találtam ki mesének, hogy legyen egy olyan mese, hogy csinálni kell egy olyan gépes programot, ami a gyerekek tudnak használni, és megértik, hogy kell megvédeni a környezetet. Nem dobom el a szemetet, plusz még tőzöm a növényeket. Milyen növényeid vannak? Illetfám. Kaktusz. Plusz még szoktunk termelni ritkán növényeket. Epret, borsót. Meséiben fantáziái jelennek meg, azokat a meseszereplőket szereti, akik jó dolgokat csinálnak, nem bántanak senkit, kedvesek, mert ő is igyekszik mindent jól csinálni. A jó dolgokat, azokat szeretem. És miért azokat? Mert azok nem szemetelnek, plusz még nem bántanak senkit, hanem kedvesek. Jó érzés számára, amikor könyvben olvassa meséit. Most nagyszüleiről szeretne egy tündérmesét írni. A kismeseíró első díját 2017-ben a Kertész leszek irodalmi pályázaton kapta, majd 2018-ban az Életmese és a 7. nemzetközi Benedek Elek meseíró pályázaton is eredményesen szerepelt. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az eredménye. Ha mondjuk nem nyerek, akkor elfogadom, és a következő évben újra pályázok rá, és nem adom föl. Tavaly a Meseszép ajándék című könyvben jelent meg két meséje, az Erdődala pályázaton 2. díjat, a Szeretem az állatokat pályázaton 1. díjat kapott, de külön díj is járt meséiért.